Köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit. A röntgen sugár nyalába, hogy áthatol egy objektumon, az emberi testen, ugye a sugár intenzitása az folyamatosan gyengül. Ennek két oka van. Egyrészt ugye széttartó a sugár nyaláb, és ezért ugye a fotonkoncentráció a távolság függvényében ugye négyzetesen változik, ugye ez a négyzetes sugárfogyás. A másik oka pedig ugye a röntgenfotonok és az anyag kölcsönhatása. És ahogy az ábrán látjuk, ahogy haladnak át a fotonok, ugye egyre kevesebben lesznek, és a kilépő oldalon pedig ugye egy gyengített sugárnyalábbal találkozunk. Ahogy az elmúlt alkalommal bemutattam, ugye itt nem a röntgen diagnosztikában ugye nem monoenergetikus sugárzással dolgozunk, hanem ugye egy spektrum, egy emissziós spektrum mutatja meg, hogy milyen energiájú fotonból mennyi van, emlékeztetőnek vagy ismétlésnek ugye mutatom. A különböző csőfeszültségnél ugye különböző alakú spektrumunk van, és ugye a fotonpopuláció is ugye eltérő arányokat mutat a különböző beállításoknál. Mi történik a fotonokkal, ahogy egy objektumon áthaladnak? Hát vagy az történik, hogy nem történik semmi, tehát kölcsönhatás nélkül halad át az anyagon, vagy elnyelődik, ez az abszorpció, a harmadik lehetőség pedig ugye a szóródás. Az, hogy mi történik egy fotonnal, az két paramétertől függ. Egyrészt ugye az anyag rendszámától, tehát például a testünket felépítő molekulák rendszámától, másrésztről pedig ugye az adott foton energiájától, és attól függően, hogy milyen energiával rendelkezik a foton, vagy a teljes atommal lép kölcsönhatásba a közepes, ugye persze egy kérdés az, hogy mi az alacsony, meg közepes, meg magas, de ez ki fog mindjárt derülni. Tehát a közepes energiájú, ez a diagnosztikai képalkotásra jellemző fotonenergia, ez az elektronokkal fog kölcsönhatásba lépni, míg a például a sugárterápiában használt meg a elektron voltos tartomány pedig ugye atommagokkal, vagy az lesz a jellemző az atommagokkal való kölcsönhatás. A diagnosztikában tehát jellemzően foton és elektron kölcsönhatásról beszélünk. Ugye mindenki számára ismert, hogy ugye az elektronok a elektron héjakon helyezkednek el, ugye a különböző atomoknak nyilván rendszámtól függően eltérő számú elektronhéjai vannak, és ugye jellemzi őket egy kötési energia. Ugye ez minden atomra más és más, és egyedi a kötési energia. Ugye ebből származik az, hogy például ugye egy röntgensugárzás alapján azonosítani lehet a felépítő atomokat egy adott mintában, ugye ez a röntgen mikropróba analízis, de ez ugye nem tartozik a diagnosztikához. A legbelső héjat ugye hívjuk K-héjnak, ennek a legnagyobb a kötési energiája, hiszen ugye ez van legközelebb az atommaghoz. A nagy rendszám a atomoknál ugye nagyon erős a belső héj kötési energia, és ahogy távolodunk, tehát a kijebb kerülő vagy a kijebb elhelyezkedő kötési energiák pedig ugye csökkennek. Itt pedig néhány példát mutatok, ami ugye vissza fog köszönni a következőkben. Ugye már ismerjük ugye a Wolframnak a K-héj kötési energiáját, ugye az 69,5, de hát ugye ez most itt a foton anyag kölcsönhatásnál nem lesz igazából jelentős. Viszont ugye a kálcium
K-hét kötési energiájú, ugye ez 4 kilo elektron volt, tehát ugye nem túl nagy, és azt látjuk, hogy a lágy részek, ugye, amelyek a testünket nagymértékben fölépítik, ezeknek az átlagos K-hét kötési energiája pedig rendkívül alacsony. Mi határozza meg a kötési energiát? Ugye a magtöltés, tehát ezért van az, hogy minél nagyobb a rendszám, annál nagyobb a vonzóerő, és annál erősebb a K-hét kötési energia. Ugyanakkor az elektronok egymást taszítják, hiszen ugye ugyanolyan töltéssel jelentkeznek, és a lezárt héjak pedig ugye árnyékoló hatást fejtenek ki a mag vonzóerejére, ez is magyarázza, hogy távolodva az atomaktól miért csökken az elektronpályáknak a kötési energiája. Visszatérve tehát a kölcsönhatásokhoz, ahogy a bevezető ábrán is mutattam, ugye lehet szóródás, abszorpció, és látjuk, hogy az energia függvényében különböző szóródások is lehetnek, úgy mint koherens szóródás, vagy Compton szóródás. A párkeltés pedig a nukleáris medicínában ismertük meg, vagy kell megismerni, tehát erről még fogok beszélni. Csak ugye pár definíció, tehát abszorpció az, ami, vagy akkor beszélünk abszorpcióról. Professzor úr, egy pillanatra, mi csak a kezdőképernyőt látjuk, tehát a diák azok nem mennek, nem tudom, hogy amiatt, hogy dupla képernyős, vagy... Dupla képernyős, de akkor... De csak az elsőt láttuk, tehát a főcím lapot. Oké. Most jó? Most jó, igen, és most gondolom, hogy igen, pont abban a diában vagyunk, amiről a professzor beszélt. Köszönjük szépen! Szaladjak vissza az előző ábrákra, vagy az így érthető volt az elmondásból? Iza? Végig szaladhatunk rajta, mert volt olyan, ami... Jó. Ami jó, tehát... Érdemes, hogyha... Oké, tehát itt van a... Köszönjük szépen! Az első ábra, ami mutatja ugye a széptartó sugárnyalábot, és ugye az attenuációt, tehát hogy csökken ugye a sugárintenzitás a különböző okok miatt, az emissziós spektrumok, amelyek ugye a különböző csőfeszültségnél, illetve különböző fotonpopulációkat demonstrálják, ezeket elmondtam. Szintén csak írásos információ van ezen is, és akkor itt tartottunk. Tehát az abszorpció ugye az, amikor ugye a foton a teljes energiáját átadja és megszűnik. Ugye szóródásnál az inkoherens szóródás, tehát ami a Compton szóródás lesz, pedig ugye egy részleges energiaátadás van, és a foton pedig irányt változtat. De hát ugye szóródásról nyilván minden esetben irányváltoztatásról beszélünk, azért hívjuk szóródásnak. Nézzük a koherens szóródást, ez a Rayleigh szóródás, ami úgy jön létre, hogy a fotonok elektromos tere oszcillációba hozza az atom elektronjait. És itt a teljes atommal van a kölcsönhatás, és az összes elektron elkezd oszcillálni, de ez csak egy töredék pillanatig van így, majd ez az energia, amit ugye a fotonok, amivel a fotonok oszcillációhoz, ez kisugárzódik, az összes foton ugyanabba az irányba fog tovább haladni, és látható az, hogy ugye mivel nem változik a hullámhosszuk, ezért ugye az energiájuk sem változik, és egy kicsivel eltérő irányba fognak tovább haladni, ami viszont geometriailag már nem megfelelő, tehát a leképezésnél, hogyha a beérkező foton iránya és a távozó foton iránya más irányba tart, akkor ugye geometriailag hamis képet kapunk, és vagy ugye zajt fog okozni. Miért fontos erről megemlékezni, mert nem mindig szoktak megemlékezni? Azért, mert azért ez nem egy jelentéktelen
kölcsönhatás, tehát a 30 kiloelektronvoltos fotonok körül már ugye kb. 10% lehet a teljes kölcsönhatás arányából számolva, tehát viszonylag jelentős mértékben jelen lehet. Például a mammográfiában ez igenis ott van ez a kölcsönhatási forma. Látható, hogy magasabb fotonenergia tartományban a koherens szórodás részesedése az jóval alacsonyabb. A következő kölcsönhatásunk ugye a fotoelektromos abszorció. Mi történik, vagy miről szól ez a jelenség? Arról szól, hogy a beérkező röntgenfoton egy általában ugye egy belső héj elektront talál el, illetve fog kiszakítani a kötésből, tehát a beérkező foton energiája elegendő ahhoz, hogy ezt a kötési energiát feltépje, és a fotoelektron pedig kinetikus energiát nyer, és ezáltal távozik. Ugye itt keletkezik egy lyuk a K-héjon, amelyet ugye be kell tölteni, és ugye a felsőbb, vagy a külsőbb héjakról fog egy-egy elektron beugorni, amelynek következtében ugye megint elektromágneses fotonok születnek. Ha elég nagy a két pálya közötti különbség, vagy tehát olyan rendszámú atomról beszélünk, akkor ez akár lehet alacsony energiájú röntgensugárzás, vagy az elektromágneses spektrum alacsonyabb energiájú tartományának valamilyen tagja fog onnan felszabadulni. Ahhoz, hogy a fotoelektromos abszorpció létrejöjjön, tehát a foton energiája, tehát a beérkező röntgen foton energiája nagyobb kell, hogy legyen a kötés energiájával, és általában akkor a leghatékonyabb, vagy csak egy kicsivel nagyobb. Majd fogom mutatni ennek az okát. És ahogy elmondtam, tehát a foton energiája, ugye a kötés energia legyőzésére fordítódik, valamint kinetikus energiát kap a foton, ugye ionizáció jön létre, és ez a fotoelektron a szöveteinkben akár 1-2 mm távolságra is elmozdulhat, ami ugye biológiai téren ez egy elég nagy távolság, és ugye elég nagy fizikai hatása lesz, tehát ugye számos kötést, akár fehérje vagy DNS károsodást okozhat a megtett út alatt. A fotoelektromos abszorpció, ugye az, ahogy az előbb mondtam, ugye akkor a legvalószínűbb, hogyha egy picivel magasabb, mint a kötési energia, és ahogy ettől az energiától távolodunk, úgy 1/ az energia köbével csökken ez a valószínűség. Jó? Tehát akkor fogunk sok elektromos, fotoelektromos abszorpciót kapni, hogyha nagyon közel vagyunk a kötési energiához. A másik, ami fokozza a fotoelektromos abszorpció valószínűségét, az pedig a rendszám köbének, a rendszám köbe, tehát ez egy, míg az előző, ugye ez egy fordított arányosság volt, ez egy egyenes arányosság. Tehát, hogyha nő a rendszámunk, akkor a valószínűség is harmadik hatvány szerint lesz valószínűbb. Nézzünk pár kötési energiát, bár az elején már mutattam, de hát hogyha itt megnézzük, hogy a hidrogént, a szén, az oxigén, stb., még ugye a kálciumnak is ugye elég alacsony a KE kötési energiája. Viszont, hogyha megnézzük például a jódot, vagy a báriumot, akkor fölcsillanhat a szemünk, hiszen ezeknek ilyen 33-37 kiloelektronvoltos a kötési energiája, és talán emlékeztek rá, az előző előadásban is mondtam, meg még itt is visszatérek rá, hogy ugye mi az átlagos, vagy mi az effektív energiája egy ilyen röntgensugárzásnak, ugye, ami részben fékeződés, részben lehet ugye karakterisztikus eredetű, azt mondtam, hogy a maximális fotonenergiának körülbelül 30-40%-a.
Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy van egy 100 kV-os csőfeszültségem, ott a maximális fotonenergia ugye 100 kilo elektron volt, és annak a 30-40%-a az pont ez a tartomány, amit ugye a jód, illetve a bárium Kh kötési energiája mutat. Tehát itt rögtön megkapjuk a választ, hogy miért a jód és miért a bárium a kontrasztanyagunk ezért. Mert a Kh kötési energiájuk nagyon hatékonyan végzi a fotoelektromos abszorpciót, vagy nagyon alkalmas a fotoelektromos abszorpcióra. Ugye még egy fontos atom van itt, vagy elem van, amit ugye amiről meg kell emlékezni, ez pedig az ólom. Az ólom Kh kötési energiája 88. De mire használjuk az ólmot? Sugárvédelemre. Egyébként ugye az ólomnak 5, azt hiszem, hogy 5 lezárt, és van egy hatodik nem lezárt elektronhéja. Na most az ólom tehát a viszonylag nagy energiájú fotonokat is elég hatékonyan tudja abszorbálni, és az alacsonyabb energiájú L, M, stb. Héja is jól tud abszorbálni. Tehát azt úgy szoktam mondani, hogy az ólomnak válasza van az összes energiatartományra, amit használunk, és ezért nagyon hatékonyan abszorbál, és ezért jó sugárvédelem szempontjából. Tehát itt van az a jelenség, amikor a csőfeszültségünk elér egy adott pontra, és ugye itt van a jódnak a attenuációs koefficiense, tehát a gyengítési együtthatója, és ahogy megérkezünk oda ahhoz a bizonyos 33 kiloelektronvolthoz, hirtelen megemelkedik az attenuáció. Jó? Tehát ez mutatja azt az előbbi tételt, hogy hogyan változik hogyan változik ugye a valószínűség, az abszorpció valószínűsége. Ezt egyébként ilyen K1 vagy K sarok, K szélnek is nevezik. Ugye mindeközben a lágy részek pedig, ahogy nő a csőfeszültség, illetve a fotonenergiánk, ugye egyre kisebb mértékben attenuálnak, tehát egyre kisebb mértékben csökken bennük ugye az abszorpció. Elsősorban az abszorpció. Tehát ahogy az előbb említettem, ugye a Kh-on keletkezett lyuk betöltésével ugye felszabadul egy elektromágneses foton, amely lehet karakterisztikus, de nem igazából jellemző, és olyan alacsony energiájú, hogy általában hogy ez nem jön ki a szervezetből, de lehet fluoreszcencia, az energia közvetítés vagy leadásnak egy másik módja, ugye az Auger elektronoknak a létrejötte. A Compton szóródás a következő kölcsönhatás, amiről beszélni kell. Ugye mi történik a Compton szóródásnál? A Compton szóródásnál jellemző módon egy külső héj elektronnal ütközik a röntgen fotonunk, azt onnan kilöki, és egyrészt veszít az energiájából valamennyit, másrészt pedig irányt változtat. Na most itt egy dolgot szeretnék egy picit jobban tisztázni. Ugye könyvek, meg én is most az előbb is azt mondtam, hogy ugye a fotoelektromos abszorpció ugye a Kh-on, a Compton szorodás meg ugye a külső héjon jön létre. De az elmondottak alapján ugye az is világos, hogy ez valójában a fotonenergia és a kötési energia viszonya. Tehát, hogyha egymáshoz közel vannak, és egy picit meghaladja, akkor nyilván abszorpció jön létre, és az mindegy, hogy az a Kh vagy az Lh, hogyha stimmelnek az energiák egymáshoz. A Compton pedig akkor jön létre, hogyha a fotonenergia és a kötési energia pedig nagyon eltér egymástól. És ugye csak egy példát még nyomatékképpen, ott van a hidrogén atom, ahol ugye egy darab Kh van, az a belső héj meg a külső héj.
és persze nagyon alacsony a kötési energia, és ezért aztán nagyon nagy mértékben segíti a Compton szóródást. Erre is majd még visszatérek. Tehát a Compton szóródás az egy inkoherens szóródás, tehát mindenfelé fognak szóródni a röntgenfotonok, és 26 kiloelektronvoltos fotonenergia fölött az emberi szervezetben ez lesz a domináns kölcsönhatási forma. Ugye itt a beérkező foton mire osztódik? Hát egyrészt ugye lesz egy Compton fotonunk, ami ugye folytatja majd szóródott irányba az útját. Elszakítottunk egy kötési energiát, és ugye annak az elektronnak, ami ugye eltávolítottunk, annak is adunk ugye egy kinetikus energiát. A szóródott Compton fotonok aztán elegendő nagy energiával rendelkeznek ahhoz, hogy további kölcsönhatásokba lépjenek, ami lehet egy következő szóródás, vagy lehet akár egy fotoelektromos abszorpció. Majd fogok még ábrát mutatni, de ugye a Compton szóródás az valójában ugye az elektron denzitástól függ. Gyakorlatilag a rendszám, legalábbis ebben az energiatartományban, ami a diagnosztikus munkához rendelt, itt nem számít a rendszám. Tehát kizárólag a sűrűségtől, illetve az elektron denzitástól függ. És ugye a hidrogén az azért még hatékonyabb, mert a neutron hiány miatt gyakorlatilag dupla elektrondenzitással lehet számolni. Tehát ezért ez is segíti a Compton szóródást az emberi szervezetben. A Compton foton energiája az két dologtól függ, a belső, tehát beérkező foton energiájától és a szóródás szögétől, és látható, hogy egy nagyobb energiájú foton még egy 90 fokos szóródás esetén is viszonylag kis energiát veszít. Mik a Compton szóródás hatásai? Ugye Comptonnál is ugye azt szoktuk mondani, vagy van egy olyan sugallat, hogy ez rossz. Nincs rossz meg jó kölcsönhatás, hanem mindennek megvan az eredménye. No, a Compton szóródás ugye egyik negatív, számunkra negatív hatása, hogy egy beteg sugárforrása válik, hiszen a tér minden irányába szóródik, és ugye ezért kell védekezni. A védekezés ellenére ugye a személyzet ugye egy angióba vagy egy intervencióba, ahol ezt használjuk, ugye sugárterhelést jelenthet, a kép minőséget ugye rontja, mert ugye geometriailag helytelen információt szállít a szórozott foton, és ugye egy plusz egy zajt fog rátenni a képre, ami ellen viszont ugye majd a rácsokkal lehet védekezni. Hogy mi a haszna mégis ugye a Compton szórodásnak, erről később beszélek, de előzetesen annyi, hogy valójában a Compton fogja a különböző szürke árnyalatokat a képnek domináns módon biztosítani. A negyedik kölcsönhatás, amiről beszélni akartam, ugye ez a párképződés. A párképződés az valójában ugye egy energia-anyag átalakulás, amely 1,02 megaelektronvoltnál jön létre, tehát ez alatt ez a jelenség nem fordul elő. Ilyenkor a nagy energiájú foton az atommag elektromos erőterébe fékeződik le, és keletkezik egy elektron, és egy párja, a pozitron, ugye, ami egy antianyag, és ugye ezek egy darabig szintén ugye kapnak valamennyi kinetikus energiát, egy darabig közlekednek ott az anyagban, aztán ugye a pozitron rekombinálódik egy elektronnal, és ekkor jön létre ugye a megsemmisülési sugárzás, tehát
statisztikailag jelentős mértékben, ugye kettő darab 511 kiloelektronvoltos foton jön létre, melyek ugye 180 fokot bezárva indulnak el. A ugye radiológiai, tehát radiográfiai képalkotásban nyilván nincs szerepe a nukleáris medicinába, lehet szerepe, valamint ugye a sugárterápiában volt szerepe, de ma már ugye ott sem a megaelektronvoltos fotonokkal készítünk képet, hanem ugye van egy kombin CT általában az accelerátorra szerelve, és ugye azzal csináljuk a képet, és nem ezt kell használni. De hogyha esetleg valaki összefut egy ilyen képpel, akkor megcsodálja, hogy milyen borzasztó rossz minőségi képet lehet csinálni ilyen megaelektronvoltos fotonokkal. Jó, ugyanez lerajzolva, gyorsan átugrom. Na most a diagnosztikában, ahogy az előbb is utaltam rá, tehát igazából két fontos kölcsönhatással kell számolnunk, ez az abszorpció és a komptonszóródás. Ennek a kettőnek az arányával játszunk, amikor a különböző paramétereket állítjuk. A Compton tehát a fizikai denzitással, tehát a sűrűséggel függ össze, ezt már mondtam, és amikor a fotoelektromos hatás dominál, akkor ugye magas kontrasztú képeket kapunk. Tehát kevés szürke árnyalat, viszont a kontraszt lépcső nagy. Jó, tehát nem azt mondom, hogy fekete-fehér, de inkább egy fekete-fehér képhez van közelebb ugye azok a kontraszt viszonyok. És mivel ugye a fotonok energiája teljes mértékben ugye az adott szövetben, vagy objektumban elnyelődnek, ezért ugye fokozott sugárterhelést is jelentenek. Ez azt jelenti, hogy ha kontrasztanyagot adunk a betegnek, akkor fokozott sugárterhelést okozunk neki. Jó? A fotoelektromos hatás, vagy fotoelektromos hatás fokozásához pedig ugye alacsony energiai fotonokat használunk, vagy kell használni, és ugye ez a gyakorlatban a különböző beállításoknál ez a tétel visszaköszön. És ugye még egy megemlítendő terület van, ugye a mammográfia, ahol szintén ugye ezt a hatást fogjuk elsősorban kihasználni. És a sugárterhelés csökkentésére pedig ugye számos technikai megoldás született, amiről majd a mammográfiánál még megemlékezem. Ha a Compton hatást akarjuk erőltetni, akkor viszont ugye magas csőfeszültséget, tehát nagy energiájú fotonokat kell használnunk, és az alacsony milliampere szekundum érték az csak egy járulék, hiszen a magas csőfeszültséggel eleve sokkal több fotont fogunk generálni, és ezért nem kell a MAS értéket magasra állítani. Itt tehát alacsonyabb a kontrasztunk, tehát kisebb kontrasztlépcsők vannak, és sokkal több szürke árnyalat jelenik meg a felvételen. És mivel ugye kisebb az abszorpció, ezért kisebb a sugárterhelés is. Ez az ábra foglalja tehát össze az, hogy a fotoelektromos abszorpció és a Compton hogyan változik a fotonenergia függvényében, illetve ugye a különböző szövetekben, és látjuk azt, hogy ugye ha nő az átlagos rendszámunk, mint például a csontban, akkor ugye nagyobb fotonenergiánál van a 50-50 százalékos határ, tehát itt a csont az jobban abszorbál, nem beszélve ugye a jódról, vagy az ólomról. És ugye
ezen az ábrán is pontosan látjuk, hogy a diagnosztikai fotonenergia tartományban a jód az gyakorlatilag mindent megfog. Tehát minden fotont abszorbálni tud, értelemszerűen megfelelő vastagságban. Egy másik megjelenítéssel, vagy egy másik ábrázolásmóddal, ugye a teljes tömeggyengítési együttható, tehát hogy hogyan bontható fel. Látható az, amit az előbb mondtam, tehát ugye a Compton zöld vonallal ábrázolták, tehát a Compton nem változik ebben az energiatartományban, amit a diagnosztikában használunk, viszont ugye a fotoelektromos abszorpció jelentős mértékben csökken, ahogy a fotonenergia növekszik. A szervezeten, illetve a fenti, vagy az előbb elmondott kölcsönhatások miatt, ahogy a legelső ábrán is mutattam, tehát a sugárzás az folyamatosan gyengítődik, attenuálódik, és ugye csökken a fotonok száma. Ezt a csökkenést ugye tudjuk kifejezni az úgynevezett lineáris gyengítési együtthatóval, mely egy egységi vastagságú anyagban mondja meg, hogy a mondjuk a beérkező 100 vagy 1000 fotonból mennyi nyelődik el, mennyi szűnik meg, és mennyi jut ki az adott anyagból. Az, hogy milyen a gyengítési együttható, az természetesen függ a fotonenergiától, az anyag rendszámától és sűrűségétől, vagy elektrondenzitásától. Jó, tehát hogyha egy olyan anyagunk van, ahol a 100 fotonból mind a 100 elnyelődik, akkor lenne a lineáris gyengítési együtthatónk 1 per centiméter. Hogyha nem ez a helyzet, hanem mint például ebben a példában, a fotonok egy tizede szűnik meg tovább haladni, akkor ugye 0,1 per centiméter a lineáris együttható. És ugye ez is csak ismétli az előbb elmondottakat, fotonenergia, denzitás és rendszám a meghatározó paraméterek. Van egy ilyen, amit az előző ábrákon is láttunk, a paraméter, hogy tömeggyengítési együttható, ami valójában nem más, mint a lineáris gyengítési együtthatónak a sűrűségre normalizált verziója. Ez azért tud hasznos lenni, mert például ugye van egy olyan anyagunk, mint a víz, ami ugye lehet jég, lehet gőz halmazállapotban, viszont a tömeggyengítési együtthatóval kiküszöböljük a sűrűségből származó különbségeket, és csak az anyagi minőségre, tehát csak az anyagi minőség fog számítani, hogyha a tömeggyengítési együtthatót használjuk. Hogyha hogyha az előző példából kiindulva a több réteget rakunk egymás mellé, amelyeknek ugye ebben a példában ugye a lineáris gyengítési együtthatója 0,1 per centiméter volt, akkor ugye az történik, hogy a beérkező 100 fotonból az első réteg után, az első vastagság után 90 megy tovább, ugye a 90-ből megint a 10% elnyelődik és megy tovább, a 90% már csak 81, stb. Tehát, hogyha ezt a távolság függvényében, a fotonszámot a távolság függvényében ábrázoljuk, akkor meg tudjuk határozni, hogy hol lesz az anyag vastagság, amely a fotonok felét fogja elnyelni, és ugye ez nem más, mint a felező réteg vastagság. Jó? Tehát a felező réteg vastagsággal valójában a sugárzást fogjuk tudni jellemezni, ezért is hívjuk ezt a sugárzás kvalitatív faktorának, tehát ez egy minőségi faktor, és ezt
anyagtól függően akár milliméterben vagy centiméterben is meg lehet adni. Felező réteg vastagság és a lineáris gyengítési együttható természetesen ugye egymással fordított viszonyban van. Ugye minél jobban gyengül ugye a sugárzás, ugye annál vastagabb a felező rétegünk. A diagnosztikai képalkotásban alumíniumot használunk erre, mint referenciaanyag, tehát a felező réteg vastagságot az alumínium egyenértékként is szokták meghatározni, vagy például a sugárvédelemben halljuk azt a kifejezést, hogy ólom egyenérték. Az attenuációnak az inverze pedig ugye a penetráció, tehát a sugárzásnak az áthatoló képessége, az pedig azt látjuk, hogyha ugye ezeket elkezdjük lefelezni, tehát a felező réteg vastagságokat rakunk egymás mellé, akkor ugyanaz történt, mint az előbb, csak ugye akkor itt mindig csak az 50%-a a fotonoknak tud tovább menni, tehát látható az, hogy hány felező réteg vastagság kell ahhoz, hogy például érdemi sugárvédelmet érjünk el. Ez az ábra sor a különböző energia és a vastagság, vagy a sűrűség és az energia, valamint a felező réteg vastagság összefüggését mutatja. A gyakorlatban pedig, amikor egy röntgencsőből kijövő sugárzást kell jellemezni, akkor ismert felező réteg vastagságú filtereket alkalmaznak, és ezek alkalmazása, illetve a sugárzás mérésével lehet meghatározni, hogy az a röntgencső az mennyire jó, illetve hogy a beállított kilovolt és kilovolt érték az valójában milyen energiájú sugárzást produkál. A sugárzás tehát van ez a kvalitatív paramétere, amelyet ugye a kilovolt beállítás, valamint ugye a filtráció fog befolyásolni, és a mennyiségi paramétereket pedig a milliampere szekundum, de ugyanúgy a kilovolt beállítás, a távolság és a filtráció is befolyásolhat. Ezeket végül gyorsan még bemutatom. Tehát a mennyiségi paraméter, hogy mennyi sugarunk van, mennyi fotonunk van, az ugye a milliamper szekundum beállítástól függ. De ugye ezt még nem említettem talán, hogy ugye itt ez két paraméter, tehát egyrészt egy áramerősség és a hozzátartozó idő. Ugye az áramerősség az azt mutatja meg, hogy egy adott vezetőn időegység alatt mennyi elektron halad át. És ha hozzátesszük az időt, akkor valójában a milliamper szekundum az nem más, mint az elektronok mennyisége, azaz a töltés mennyiség. A milliamper szekundumot úgy is fölírhatnám, hogy millikulomb. Okay? Tehát valójában az az elektron mennyiség, ami egy expozíciónál elindul az anód felé, ott becsapódik, abból keletkezik valamennyi foton, és ugye minket az érdekel, hogy mennyi foton érkezik meg a detektorunkra. Ugye régen, amikor a filmes korszakban voltunk, akkor ugye a denzitás, az a sötétedés, feketedés mértékeként definiáltuk, ugye a manapság már ugye másként kell ezt meghatározni, erről fogok beszélni majd a digitális radiográfiai előadásban. Ezt a reciprocitás elvét viszont elmúlt alkalommal említettem, tehát a denzitás mindaddig állandó, amíg a milliampere szekundum értéke nem változik. Ugye, csak ismétlésnek itt van egy példa. Mi a különbség denzitás szempontjából a három különböző expozíció között? A válasz az, hogy semmi, ugyanazt fogjuk látni. Akkor mégis mi a különbség? A különbség az expozíciós idő,
természetesen meg a milliampere beállítás. Ugye az expozíciós idő az fontos lehet, hiszen hogyha túl hosszan exponálunk, közben mindenféle mozgási műtermék jöhet létre. Az expozíciós idő viszont abból a szempontból is fontos, ahogy elmúlt alkalommal jeleztem, hogy ugye nem mindegy, hogy ugyanaz az energia, az mennyi idő alatt szabadul föl az anódban. Tehát az minél rövidebb az expozíciós idő, annál nagyobb az anódnak a hőterhelése. Ugye egy másik fontos szempont viszont, amikor a csőfeszültség, tehát hogyha mennyiséget akarunk állítani, akkor mindig a milliampere szekundumot. Tehát hogyha van egy alul exponált felvételünk, és azt mondjuk, hogy ennek jó a kontrasztja, csak alul exponált, akkor milliampere szekundum értéket kell állítani a röntgenasszisztensnek vagy radiográfusnak. Mi történik akkor, hogyha a kilovoltot is emeljük? Láttuk, ugye a görbe alatti terület az egyre jobban nő, tehát a kilovolt állítása az négyzetesen növeli a röntgenfotonok mennyiségét. Erre is van egy szabály a radiográfusoknak, ez az úgynevezett 15%-os szabály, tehát hogyha ők viszont csak duplázni akarják, mondjuk azt mondjuk, hogy elértek odáig, hogy már nem tudnak milliamper szekundumot állítani, de még mindig kéne több foton, akkor jön a 15%-os szabály. Tehát, hogyha meg 15%-kal emeljük a kilovolt értéket, akkor meg tudjuk duplázni a keletkező fotonok mennyiségét. Ha pedig 15%-kal csökkentjük, akkor felezzük a létrejött fotonok mennyiségét. Jó, tehát van hatása a kilovolt állításnak is a sugárzás, illetve a foton mennyiségre, de ezt nem ezzel szabályozok, hanem azt a milliamper szekundum beállítása. Jó, a röntgensugár minősége pedig, ahogy az előbb is mondtam, tehát ez az áthatoló penetrációs képesség, amelyet ugye a fotonenergia, illetve az adott spektrum fog meghatározni. A spektrumot pedig nem csak ugye a csőfeszültséggel, hanem ugye a különböző filterek alkalmazásával tudjuk befolyásolni. Ugye az effektív fotonenergiának pedig ugye a definíciója az, hogy ez egy olyan energia, amelynek a felező réteg vastagsága vagy a penetrációs képessége megegyezik egy ugyanolyan energiájú monoenergetikus fotonéval. A effektív energia, tehát ugye a maximális fotonenergia 30/50%-a befolyásolja ugye a feszültséghullám, a filterezés. Itt ugye szaggatott vonallal látjuk, ahogy nő ugye a csőfeszültség, vagy a maximális fotonenergia, ugye ez a szaggatott vonal is ugye eltolódik a spektrum másik részére, másik területére. Jó? És legvégül pedig egy olyan ábra, ami a csőfeszültséget, a felező réteg vastagságot, az effektív fotonenergiát, és az attenuáció, transmissziót, valamint a szóródás és a fotoelektromos abszorpció változásait mutatja meg. Ezt érdemes úgy átnézegetni, mert úgy talán egy kerekebb képet kapunk, meg látjuk azt, hogy mi történik alacsonyabb, meg magasabb csőfeszültség tartományban. Köszönöm szépen, itt van ennek az előadásnak a vége, és hogyha esetleg lenne kérdés, akkor állok elébe.